18 éves koromban vittek el katonának, és ezért 40 év telt el, amikor tavaly ismét találkoztunk azokkal, akikkel bevonultunk, és akikkel együtt teljesítettünk szolgálatot, mindenki elmondta az életútját. És amikor rám került a sor, a hosszú és nagyon kalandos és sok kanyarral terhelt életutak után, nekem egy egészen egyszerű életút beszámoló adódott. Összesen két helyen voltam káplán, 31 év papság alatt, három helyen plébános, és nagyon nem is tudtam erről mit mondani többet. Mindenki csodálkozott, hogy nagyon hamar lezárult ez a beszámoló számomra. 15 esztendeje vagyok itt a Kassai téren Budapesten, és valóban az első években nem lehetett parkolót találni, amikor megjelentem a Szentmisék alatt. Aztán egyre inkább lehetett. Pedig a templomban nagyon szépen járnak mind a mai napig. Ugyanakkor észre kellett venni azt, hogy akkoriban nagyon népszerű voltam a panorádiós műsoraim és jegyzeteim miatt. Ezek aztán megszűntek, mint ahogy maga a rádió is megszűnt. Megszűnt a kiemelkedő média felületem. Néhány évig még a Vasárnapi Újságban szerkesztettem jegyzeteket. Aztán, amikor már minden híresség gerjesztő fórum megszűnt, akkor a templom ettől függetlenül dús látogatottságú maradt, de már nem távolról jöttek az emberek. Közben fölépült itt az az új közösség, amely elbír viselni, sőt, igényli is azt, amit mondok és amit ténykedek. Minden generációval foglalkozom, tehát az egykori óvodás hittanosaim, akiknek itt a legnaívabb királylány meséket, meg ördög, meg kisördög, meg nagyördög meséket elbábozgattam. Most ők felnőtt fiatalokként a minisztráns csoport vezetői, többen, és emellett egyetemi előadásokat tartok, hogyha kell, különféle előadásokat országszerte, ahova hívnak, néha a külhoni magyarságnak is. Közben pedig minden generáció megfordul a kezem alatt. Alsó-felső tagozat, kamasz ifjúság, felnőtt ifjúság, vezetek egy kisebb kollégiumot itt a plébánián. Próbálom nagyon önműködővé tenni felnőtt fiatalokkal, hogy ezért túlzottan sok gond időben ne kössön le velük, és emellett vezetem a Keresztény Kulturális Akadémiát immáron csak nem 10 esztendeje, ahol legkiemelkedőbb keresztény tudósaink, művészeink szerepelnek, és egyáltalán hát részt vesznek az akadémia életében. Most gyászoltuk el éppen Jókai Annát, aki az egyik alapító tagunk volt, de ezen kívül van 4 nagyon kiemelkedő színházigazgatónk, Pitti Katalin, Buda Ilona, Dévai Nagy Kamilla, Eperjes Károly, és sorolhatnám azokat a jeles személyiségeket, akik valamilyen módon folyamatosan támogatják az akadémiának azokat a célkitűzéseit, hogy a legmagasabb szintű keresztény kultúra, a legegyszerűbb, legszegényebb, legszerényebb képességű, lehetőségű emberekhez is eljusson. Az előadások gyümölcseként megmarad a könyvterjesztés, nagyjából 60 kisebb-nagyobb kötetet tettem le az asztalra életemben, a legváltozatosabb műfajokban, amit a hallgatóim magukkal tudnak vinni, és a szabadidejükben fel tudják pezsdíteni mindazt, amit tőlem hallottak, vagy valamilyen más formában, vagy az előadás formájában. Minden esetre irodalmi életem kiemelkedő pontja Szent Mihály Szabó Péter Özséb című történelmi regényének a befejezése. És ettől az évtől, hogy eddig miért nem történt meg, nem tudom, de ettől az évtől a Magyar Írószövetség is tagjai sorába fogadott, és hát egy nagyobb közösség kötelékében folyik tovább az irodalmi életem. Általában azt tapasztalom, hogy egy meglehetős mélyponton próbálunk átívelni így országos viszonylatban is, egyházi vallási viszonylatban is, ahol a vallásüldözés ma már nem úgy folyik, hogy megállnak a nagy fekete autók a házunk előtt, sokkal inkább, hogy hamis ideológiát és illúziókat mesterségesen csöpögtetnek embertömegek tudatába, ettől mindenki mindennek a szakértőjévé válik, de az biztos, hogy hiába virrasztottunk át éveken keresztül éjszakákat tanulással, hiába tanultam át egy életet,
Velem szemben, hogyha valaki vallási kérdésekben vitába száll, rögtön ideológussá válik, és rögtön egyenrangú szakértőnek tünteti fel magát, és ez egyszerűen elképesztő, mert az emberek sodródnak a legnehezebb időkben. A legnehezebb idő azt jelenti, hogy Európában tanúi vagyunk, egyrészt egy alapvető fogalomzavarnak. Még mindig a politikusaink is migrációról beszélnek, amikor már egyértelműen átéljük, hogy egy katonai jellegű iszlám inváziót látunk a szemünk előtt, és ennek a veszélye lebeg felettünk. A közigazgatási vezetőink persze megteszik, hogy technikailag védekeznek, legalábbis itt Magyarországon ez ellen. Ugyanakkor viszont a családok tényleg azáltal tudnának védekezni, hogy erősödnek a gyakorló keresztény vallásosságukban, erősödnek a mindennapra aktualizált nemzettudatukban, magyarság, illetve hát amilyen nemzethez tartoznak, abban a tudatban, és úgy érzem, hogy egyelőre még ernyettek vagyunk. Hát ezt próbálom valamilyen módon művelni, munkálni a környezetemben. Főképpen persze az ember a legnagyobb hangsúlyt az ifjúságra helyezi, akik a jövő generációja lesznek majd, és a jövő generációnak tagjaiként helyes fogalmakkal kell majd élniük. Nem pusztán a saját itt közvetlenül rám bízott magyarságról és ifjúságról beszélek, hanem a külhoni magyarságról és ott az őket képviselő fiatalokról is. A 60. születésnapomra készülök. 10 esztendővel ezelőtt is a külhoni magyarság egyik fő bázisát erősítettük, meg arra használtam fel a születésnapomat, hogy ezzel kapcsolatban jótékonykodjon, aki velem szemben szeretne valami gesztus gyakorolni. Nos, most tényleg arra gondolunk megint, hogy egy titkos terv, amit még nem hozok még korai nyilvánosságra hozni, ugyanezt a külhoni magyarságot és ennek jövőjét, magyar jövőjét, keresztény jövőjét egyengesse a születésnapomra kifejtett jótékonyságok által. Már előre izgatottan várjuk, hogy mi lesz mindennek az eredménye.